Az új épületben működik már a megújult intenzív osztály az EGRI kórházban. A 14 ágyas osztályon 7 új lélegeztetőgéppel, betegőző monitorokkal, új helyszíni röntgennel és új ágyakkal segítik a betegeket. Egészségtár című műsorunkban dr. Maszárovics Zoltán megbízott orvosigazgató elmondta, az osztály egy úgynevezett túlnyomásos steril levegőztető rendszerrel is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy túlnyomással érkezik meg ez a steril levegő, tehát amikor az ajtó nyílik, akkor sem befelé áramlik a levegő, a külső normál levegő, hanem a steril levegő kifelé, és hát ezáltal, mivel nagyon alacsony csíraszámon, nagyon alacsony mennyiségben tartjuk a baktériumokat még a levegőben is, ezért kisebb az esély arra, hogy fertőzést kapjanak a betegek. Dr. Gyetai Róbert osztályvezető főorvos úgy fogalmazott, az osztályon nagyon jól képzett orvosok és szakdolgozók látják el a munkát. Orvosok tekintetében büszkén tudom mondani, hogy több orvos kollégám is európai anesteziológus és intenzív szakvizsgával rendelkezik, és a szakdolgozókkal kapcsolatban is azt el tudom mondani, hogy nagyon sok a szakirányú intenzív terápiás szakasszisztensi végzettségű. Jó az együttműködés a kórház vezetéssel kapcsolatban, tehát a fiatal, agilis kollégákat igyekszünk minél előbb a képzési rendszerbe beilleszteni. A műsorban elhangzott az is, bár a látogatási idő naponta másfél óra, fél négytől ötig, de az osztályon dolgozó szakemberek arra törekednek, hogy a hozzátartozókkal való kommunikáció során minél jobban bevonják a családtagokat a gyógyulás folyamatába.